És kedves divatikon.hu nézők, íme a Haba tortán, maga az Antifitness Klub ül itt velem szemben oldalt, mellettem. Tomi, tudom, hogy nagyon vonz téged ez a Tim Burton féle világ, azért is, mert engem is vonz. Nagyon szeretem én is, úgyhogy nagyon örülök, hogy egy ilyen hangulatú klip készült. Honnan származik az ötlet, és hogyan indult be ez az egész dolog, mire eljutottunk aztán ide a végeredményig? Az ötletet, hogy honnan származtatjuk, talán vettem egy cilindert véletlenül, de tényleg teljesen véletlenül beleakadtam, és utána az új klipünk forgatására került sor, ami valószínűleg megihlette a forgatókönyvírót Szabó Zét, és Indiánnal a rendezővel karöltve egy ilyen Tim Burton-s világot képzeltek el, melybe belefértünk mi is egészen korrektül. Mégis úgy gondolom, hogy a munkának a, hát mondjuk úgy csúnyán oroszlán részét az animátor maga Pisti vitt el, úgyhogy talán így teljes a stáb. Mindezek mellett rengeteg ember dolgozott még ezen a klippen rengeteg ideig, úgyhogy ezúttal is szeretném megköszönni mindenkinek. Az az igazság, hogy az a zenei stílus, amit képviseltek, azt gondolom, hogy igen erősen kötődik egy olyan fajta image-hez, ami mellett azt gondolom, hogy azért nem lehet teljesen elmenni. Mennyire tudatos részletekről a külső megjelenés, a stílus? Gyakorlatilag mikor 14 éves voltam, meg a Tom is 14 éves volt, mikor találkoztunk először. Ugyanilyen hajam volt, csak kicsit nagyobb, azt hiszem színes volt. Tehát, hogy gyakorlatilag mi mindig valami más próbáltunk. Nem voltunk sose átlagosak külsőre nézve. Szerintem zeneileg sem annyira, mert mikor találkoztunk, másnap már lementünk próbálni, ugyan két hangot nem tudtunk lefogni, meg egy 2-4-et nem sikerült leütni, de úgy zenélgettünk ilyen 7-8 órákat. Abszolút, ahogy változott így úgymond a zenei tudásunk, vagy a zenei ízlésünk, úgy változtunk külsőleg is, abszolút nem mondhatni, hogy tudatos. Egyébként. Nem, egyébként mostanában előrök egy kulisszatizgot, mostanában van olyan, hogy koncertek előtt felhívjuk egymást, és megbeszéljük, hogy milyen színű ruhában lesz a másik tag. Ez rettentően tudatos lépés már nálunk. Mondhatni egy előrelépés, illetve a Miki... Ma is bátorkodtam felhívni, nem kéne kiöltözni erre a mai eseményre egy kicsit. Eszébe jutott, úgy gondolt, hogy egy klippremiér azért mégiscsak ki kéne öltözni. A kérdés és jogos, ne egyedül legyek már. A kérdés jogos, illetve jó volt. Tehát, hogy legalább olyannyira tudatos, hogy így, mostanában ez tényleg nálunk egy merőben új dolog, így meg szoktuk beszélni egymással, de ez sincsen kőbevésve, tehát valamikor teljesen spontán a cucc. Nyilván egyébként, amikor a színpadon vagyunk, szeretünk egy egységet alkotni. Mikor külön-külön mászkálunk és nem együtt mutatkozik a zenekar, akkor nyilván nem hívom fel egyébként, miben jársz az utcán, mert tök felesleges. Még bevezethetnék, nem nélkülözni a parodisztikus elemet. Vagy véletlen találkozunk valahol, tudod. Hallod, nem olyanban vagyunk, amivel beszéltünk. Következő. Lemegyek Parízerért, kék póló jó lesz. Tehát, hogy azt kell, hogy valamilyen szinten tudatos, valamilyen szinten nem, tehát... Nem, a spontanitás az mindig jellemző volt ránk sok szempontból, főleg zeneileg, és amennyire zeneileg úgy a vizualitás tekintetében is. Nyilván van egy ilyen látványvilágú kliphez feltétlenül kell készüljön angol nyelvű verzió is, hiszen gondolom, hogy nem csak kis hazánkban szeretnétek bemutatni a videoklipet. Mik a további tervek? Megtörtént már ennek a forgatás? Hát gondolom párhuzamosan nyilván lefoglaltátok az angolt is. Mik a további tervek? Így van, valóban leforgatunk angolul is, tehát vannak ezzel kapcsolatban terveink. Megmondom őszintén, én nagyon szeretek magyarul írni, illetve úgy gondolom, hogy van egy olyan kincs a magyar nyelve, amit így ki lehet aknázni, én ezen vagyok folyamatosan. Ettől függetlenül természetesen tervben van az is, hogy amennyiben erre van lehetőség, már pedig a klipet látva van rá lehetőség, akkor terjesszük kis hazánk határain kívül is. Így például a következő hónapokban fogunk menni Ausztriába egy-két fellépésre, egy cserezenekarra, tehát vannak ilyen próbálkozások, tervben van egy angol nyelvű album is, de amit mondtam, csak tervben. Úgyhogy természetesen nyitjuk a szemünket külföldre is. Ettől függetlenül viszont megnyugodhatnak a rajongók, hiszen a bázisunk az mindig is Magyarország lesz. Fú, nagyon durva volt. Te mondtad be egyik koncerten, hogy Ausztriába játszunk jövő hónapban? De valahonnan tudják a rajongók, az a lényeg, nem tudom, hogy honnan. És rám írt egy rajongó az egyik közösségi portálon, hogy úristen, hogy ők nagyon meg vannak ijedve,
mert hogy tudják, hogy mi Ausztriába játszunk, és akkor majd biztos be is futunk Ausztriába. És hozzátett, hogy nyilván a pénz miatt is mentek külföldre, tehát ezt hozzátette. És hogy ők nagyon félnek, hogy nyugtassa meg őket, hogy vissza fogunk járni Magyarországra, és miután világsztárok leszünk. És akkor én megnyugtattam, mondtam neki, hogy persze, nyilván első Magyarország. És nagyon durva, rá két napra hazamentem, és egy levél várt engem a laptopom tetején. Anyukám hozta be. Ugyanez a lány volt, nem tudom honnan, de kiderítette a címet, és írt egy ilyen levelet, hogy köszi szépen, hogy megnyugtattál, és hogy csak azért jöttünk ide, hogy ezt elmondjam, de nagyon durva. De akkor ez körüzenet volt ezek szerint, mert ezt nem tudom, csak én is kaptam, igen. Te is? Jó. Körbejárt, én meg viszonylag figyelmetlen vagyok. Akkor egyedül én válaszoltam. De örülök, hogy Balázsokat megnyugtatott mindenkit. Gratulálok a kiphez, nagyon jó lett, további sok sikert kívánok nektek, és köszönjük, hogy ilyen nagyban mertek álmodni ti is, mert azt hiszem, hogy megértek. Gratulálok még egyszer. Mi vagyunk az Antifitness Club, nézzétek a divatikon.hu-t!